konkrétabb lezárásképpen konkrétabb vizekre vezünk, és adatokat fogunk hallani Rosta Gergely jóvoltából, a Münsteri Egyetemnek és a Katolikus Egyetemnek a munkatársa. Tehát a Zoli azzal kezdte, hogy ő tetézni fogja, és én csak ezzel tudom folytatni, hogy én tovább fogom tetézni. Tehát legalább két módon szeretném ezt tetézni. Az egyik, hogy egy ilyen hosszú délutánba átcsapó délelőttnek a végén fogok egy csomó számot zúdítani. Ehhez nem biztos, hogy teljes mértékben hozzászokott közönségre, de majd megpróbálom kiemelni azért a lényeget belőle. A másik pedig, hogy hát a csomó szám időnként annyira pici, hogy aki hátrébbül nem is biztos, hogy látni fogja, de azért igyekszem, hogy ez az optikai vizsgálat ez eredményes legyen. Talán ott folytatnám, ahol Zoli abba hagyta, ő pedig nem beszéltünk össze, ő leginkább arról beszélt, hogy a protestantizmus milyen módon játszott szerepet a modernitásnak a kialakulásában. Én azt a feladatot kaptam, hogy beszéljek a protestantizmusról, ezen belül is a luteráns protestantizmusnak a helyéről a mai világban, méghozzá olyan módon, hogy vallásszociológiai kutatások alapján mit mondhatunk erről. Ezért fogok eredményekről beszélni, és azért mondtam azt, hogy folytatom azt, ahol Zoli abba hagyta, mert ő leginkább arról beszélt, hogy a protestantizmus milyen módon hat a modernitásra, de ő is utalt rá, hogy ezt persze a kérdést meg lehet fordítani, tehát föl lehet tenni azt a kérdést, hogy az a modernitás, ami nagyban, hallottuk persze egy vitatárgy, hogy mennyiben, de nagyban a reformáció hatására is alakult olyan módon, ahogy az milyen hatással, milyen módon hat vissza a protestantizmusra, és a szekularizáció szintén egyáltalán nem egységesen kezelt elmélete, aznek az egyik állítása az, hogy ez a nagyon leegyszerűsítve a protestantizmus megásta a saját sírját olyan módon, hogy azáltal, hogy hozzájárult és a bölcsőjét ringatta, és sokfajta módon támogatta a modernitás kialakulását, ezáltal az individualizáció, az egyház, mint intézmény közvetítő szerepének a gyengülése, az egyén szabadságának a növelése révén végső soron azt idézte elő, hogy az egyház, a vallástól való elfordulás azokban az országokban, azokban a társadalmakban, amelyek protestáns gyökerűek, gyorsabban, intenzívebben következett be, mint azokban az országokban, azokban a társadalmakban, ahol a kereszténységnek más hagyományai voltak jelen, akár katolikus, akár ortodox hagyományokról beszélünk, ott ezek a folyamatok részben azért, mert a modernizáció kevésbé előreadott, és itt persze a okokozati összefüggés, ez megint kérdéses, de részben azért, mert maga az a fajta kereszténység, amely ott jelen van, az sokkal kevésbé kedvez ezeknek a folyamatoknak. Tehát ezekben az országokban ez a szekularizáció, bárhogy is nevezzük, ez kevésbé van jelen. De én most nem az elméleti háttérről szeretnék beszélni, hanem arról, hogyha ezeket a folyamatokat empirikus adatok révén szeretnénk megvilágítani, akkor vajon tényleg arra jutunk-e, hogy ez az megásta magának a sírját állítás alátámasztás nyer, illetve mennyiben lehet empirikus vallásszociológiai felmérések az eredménye alapján ezt az állítást árnyalni. Én két dologról szeretnék beszélni. Az egyik az egy összehasonlítás a luteránus protestáns országokra koncentrálva, de nem kizárólag őnek az eredményeit bemutatva, a vallásosságnak olyan fajta trendjeit bemutatni, amelyek ilyen közvéleménykutatási módszeren alapuló felmérések segítségével nyerhetőek. Itt a legfontosabb forrás, több forrás is van, ami ezt az összehasonlítást lehetővé teszi. Az általam használt legfontosabb forrás az úgynevezett európai értékrendvizsgálat, amely talán egy mondatot érdemes megemlíteni, amely szintén ezelőtt több mint 30 évvel, vagy több mint 35 évvel most már abból az indítatásból jött létre, egyébként holland jezsuiták kezdeményezése révén, hogy meglássuk, hogy az a fajta keresztény gyökér, amelyik
expliciten már kiveszőben van a nyugati társadalmakban, az az értékek mentén még megtalálható-e? Ahogy az Oli is említette, hogyha nincs is, hogyha láthatóan a vallásos hátrendje abban az irányban mennek, hogy egyre kevesebben járnak a templomba, egyre kevesebben vallják magukat valamilyen egyházhoz tartozónak. Ezzel, ennek ellenére azok a fajta értékek, amik a kereszténységet jellemzik, azok tovább élnek-e, vagy esetleg valami más lép a helyébe. Ez lenne az első fele, a végén pedig egy Németországban, a Német Evangélikus Egyháza által 10 évente létrehajtott vizsgálat, az úgynevezett Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, azaz az egyháztagsági vizsgálat legújabb eredményeit szeretném röviden bemutatni, mert ez lehetőséget ad arra, hogy picit mélyebbre fúrjunk, hát ha csak egy ország tekintetében is. Az országok, amelyekre koncentrálni szeretnék, részben skandináv országok, de kiegészítve Németországgal, itt ahol lehetséges, ott külön fogom választani a keleti és a nyugati részt. Ugyanakkor a nyugati részben nem fog tudni differenciálni itt most a katolikus és a protestáns, az adatok tekintetében a katolikus és protestáns adatok között. Ez azt jelenti, hogy ez esetben Nyugat-Németország esetében egy vegyes felekezeti összetétel az, ami az adatok mögött áll, illetve Észtország és Lettország. Észtország ugye protestáns hátterű, Lettország egy nagyon vegyes kép, ami kicsit ki is lóg ebből, tehát a legnagyobb felekezet protestáns, de nagyon jelentős a katolikus és az ortodox, az orosz, a legnagyobb orosz kisebbség, ha jól tudom, ebben az országban van a 3 balti állam közül, aminek az eredményeképpen itt amit rendet láttunk, az még kevésbé és kizárólag a protestánsokra vonatkozik, de talán mégis illik ide. Tehát most néhány táblázatot és ábrát fog mutatni. Ez az első és legegyszerűbb az arra vonatkozik, hogy hányan vallják magukat valamilyen felekezett tagjának az adott országban. Ez tűnik talán a legobjektívebb mércének, ugyanakkor ez sem igaz, ugyanis különböző országokban különböző szempontokat tekinthetünk a felekezeti tagság mércéjének. Ugye ezekben a skandináv országokban mindenütt vagy a közelmúltig, vagy még most is államegyházakról beszélünk, ahol többnyire, vagy többé-kevésbé a születéstől fogva valaki regisztráltan tagja az egyháznak. Én itt kijelöltem zöldel, nem tudom, mennyire látszik a szín, Magyarországot is, ami meglepő módon, vagy viszonylag ugye, ha fölülről lefelé haladunk, és aztán másikor úgy van rendezve a táblázat, akkor Magyarország eléggé a végén van ennek az ábrának, ami abból következik, hogy jó néhány volt kelet-európai ország esetében nem beszélhetünk ennyire egyértelmű tagságról, ami mondjuk egy olyan típusú adófizetéssel is együtt jár, amit az állam behajt, tehát valami ennyire formális tagságról. Magyarország esetében ez sokkal inkább egy odatartozás érzését jelenti. Hogyha olyan módon kérdezzük meg, itt egy pici kitérő, hogyha a népszámlálási adatok részben azért sem használható például a felekezeti tagság mérésére, mert 2001-ben máshogy tették fel a kérdést, ott azt kérdezték meg, milyen vallású jön, akkor az embereknek, majdnem a válaszadóknak a 90%-a meg tudta mondani, hogy milyen felekezetű. 2011-ben úgy tették fel a kérdést, hogy milyen valláshoz tartoznak érzi magát, és rögtön alig több, mint a felére csökkent ez a bevallás. Itt persze az is részben benne volt, hogy sokan nem is válaszoltak, ez egy módszertani kérdés, de nagyon függ az olyan országokban, ahol nincsen ennyire objektív kritérium annak, hogy valaki hova tartozik, ott ez a hozzatartozás, ez sokkal inkább a szubjektív érzésen múlik. Látható, hogy néhány ország, mint Izland, Dánia, Nyugat-Németország vagy Norvégia esetében kifejezetten nagyon magas az arány, de a két keleti, Észtország és Kelet-Németország kivételével, ahol nagyon alacsony, mindenhol a többség felekezeti tag. Tehát hogyha csak ezt az ábrát nézzük, akkor bizony nem úgy tűnik, hogy itt valami teljes értékben visszaszoruló felekezeti kultúráról beszélhetnénk. Azt is mondhatjuk, hogy körülbelül ez az egyetlen ennyire pozitív adat. Itt van egy-két térképem is, és hát bejelöltem az országokat, hogy legalább tudjuk, hogy hol vannak a diákjaim általában. Ez az első kérdés, hogy melyik országról is beszélünk, és nem feltétlenül nem csak a 3 balti államot szoktuk összekeverni. De hogy, hát amint látható, Istenhit tekintetében Európa majdnem minden országában többen vannak azok, akik azt mondják, hogy ha ilyen kérdést teszünk fel neki, hogy hisz-e Istenben, akkor igennel válaszol.
bármit is jelentsen ez, de minden esetre alig van olyan ország, ahol ez a nézet ez kisebbségben van. Meg kell jelezni, hogy ezek, ahol kisebbségben van, azok többsége protestáns. Tehát itt három országról beszélünk, Svédországról, Észtországról, ahol enyhe kisebbségben van az, akik azt mondják, hogy ők istenhívők, illetve hát ez a nagyon furcsa Csehország, ahol a legalacsonyabb az arány, azt hiszem, az összes közül. De egyébként még az egyébként a más szempontból meglehetősen szekularizáltnak tűnő országokban, mint Svédország, vagy Norvégia, vagy Dánia, szintén a többség azt állítja, hogy ő hisz Istenben. Ugyanakkor ez az európai értékrend vizsgálat lehetőséget adott arra, itt már nem írtam be a számokat, annyira kicsik lennének, hogy megkülönböztessünk két különböző típusát annak, hogy valaki milyen fajta Istenben hisz. Tehát, hogy az elején kellett volna mondanom, nyilván ezek olyan kérdések, ahol zárt azaz, hogy az előre megadott válasz lehetőségek közül kell választani, ez nyilván egy korlátja az egésznek. Ugyanakkor ez lehetőséget ad arra, hogy itt a mintákon elvégzett kutatásokat többé-kevésbé általánosíthassuk ezekre az országokra. Itt két külön, több lehetőség közül lehetett választani, de az Isten hitnek két lehetőséget ajánlottak fel, a személy, Isten mint személy, illetve sokkal diffúzabb Isten, mint valami felsőbb hatalom, lény, szellemi erő, tehát egy többfajta megfogalmazása volt, tehát valami, ami nem ennyire egyértelmű egy személy. És azt látható, hogy azokban az országokban, ahol egyébként az Isten hit nagyon magas volt, itt különösen mondjuk akár Lengyelországra, akár Romániára, de Ukrajnára is, vagy Törökországra, ezekben az országokban ez az ábra, tehát a személyes istenhit esetében sötétebb a kép, azaz ő esetükben többen vannak, akik ténylegesen egy személyes, az egyház tanításához közelebb álló, vagy Istenben hisznek, míg azokban az országokban, amelyekről mi is beszélünk, skandináv országok esetében, a jobboldali kép a sötétebb, tehát ebben az esetben sokkal inkább egy ilyen kevésbé személyes, sokkal inkább valami megfoghatatlan, és nyilván valószínűleg távolabb is levő Istennek a képe az, aki él. Tehát itt akár a két balti államra, akár Svédországra, Norvégiára nézünk, mindegyik esetben ezen az ábrán sötétebb a kép, mint azon, vagyis ténylegesen, aki Istenben hisz, azoknak a nagyobb része nem egy személyes Istenben hisz. Volt egy olyan kérdés is, ami arra vonatkozott, hogy egyáltalán mennyire fontos az ő életé számára a vallás, tehát hogy most függetlenül attól, hogy gyakorolja, függetlenül attól, hogy hisze benne, milyen hatással van az életére, és az látható, hogy itt már jelentős különbségek vannak egész Európán belül. Most lehetne sok mindenről beszélni, még a kelet-nyugat, észak-dél ellentétről is, de most amire koncentrálunk, azt látjuk, hogy gyakorlatilag egy ország van, ahol a többség azt mondja, hogy ő neki legalábbis fontos, a 4 fokú skálán fontos, vagy nagyon fontos, ez pedig Izland, de az összes többi ország esetében egy kisebbség az, aki azt mondja, hogy az ő élete számára az a vallás bármit is értő alatta, az relevanciával bír. És a tekintetben láthatóan a legvilágosabb színű országok, tehát azok az országok, amelyekben a legalacsonyabb a fontossága, tehát a legkevesebben mondták azt, hogy a számok azt mondják, hogy hányan mondták, hogy fontos számukra Isten. Pont azok az országok, általában mindig kiegészítve Csehországgal, pont azok az országok, amikről beszélünk, tehát Svédország, tehát Finnország, tehát Észtország, Lettország. Itt Németországot nem tudjuk külön választani színekkel, de hogyha lehetne, akkor a legsárgább az, vagy a legvilágosabb az Kelet-Németország lenne, ahol 14%-os arányjal a legalacsonyabb ez azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy szerintük az ő életükben fontos Isten. És hát hogyha a vallásgyakorlatot nézzük, akkor egész Európa sokkal sárgább, de azon belül is nagyon alacsony arányjal rendelkezik egész Európa, kivéve egyes katolikus és ortodox, illetve muzulmán országokat. De itt tehát láthatóan az, akik egy nem túl gyakori, tehát hima esetében a heti gyakoriság az nem nevezhető nagyon gyakorinak, de mégis valamennyire rendszeres vallásgyakorlattal jelmezhetőek, és szándékosan itt most nem a templomba járást választottam, azok esetében ez meglehetősen alacsony arány mindegyik vizsgált országban. De azért itt van a templomba járás gyakorisága is, és hát itt már gyakorlatilag egyértelműen az összes protestáns ország, a luteránus protestáns országok nagy többsége a lista legvégén található, kiegészítve Csehországgal és Franciaországgal. Kivétel az a két ország, amelyik, mint mondtam, erősen vegyes, tehát itt ez esetben nem csak a protestánsokról, hanem a katolikusokról, illetve a katolikusokról és az ortodoxokról is szó van. Mindenesetre az látható, hogy,
hogy a havi templomba járás az nem csak a protestáns országok esetében jóval alacsonyabb, mint a többi vallásosság mérőszáma, hiszen három katolikus ország kivételével, mondjuk két katolikus és Ciprus kivételével minden esetben nincs többségben azok a lányok, akik legalább havonta egyszer elmennek templomba. Itt megint azt lehet mondani, hogy nem a szigorú katolikus hetente templombajást választottuk, hanem a rendszerességnek egy ennél kisebb, de mégiscsak valamilyen fajta rendszerességet kifejező mércét ez a havi templombajárás. Ez az a választott országoknak, a társadalmainak egy ilyen kis részére, egy hatod, egy heted, egy nyolcad, egy tized részére, vagy még kevesebbre jellemző. Tehát itt, és az is látható, hogy a keleti protestáns országok, Észtország és Kelet-Németország az, amelyik Svédország mellett ez esetben is a sereghajtók. Általában az szokott jönni kritikaként, hogyha az ember bemutat ilyen adatokat, hogy hát igen, de ezek tulajdonképpen egyházi vallásosságra vonatkozó adatok, de mi a helyzet azzal, hogy az egyházon kívül van, hát látható, gondolhatjuk azt, hogy miközben csökken az egyházhoz kötődő vallásosságnak a mértéke, a közben más területén, ugye ez a vallási individualizációnak az elmélet, hogy más területen viszont talán nagyobb fokú vallásosságot tapasztalhatunk. Hát ennek a mérése még nehezebb, hiszen ez aztán annyiféle lehet, ahány dologra gondolunk. Itt néhány dolgot, egy másik vizsgálat, az ISSP nevű szintén hasonló nemzetközi vizsgálat van föltettek. Itt részben más vallásból, más vallási hagyományból származó, mint Nirvana, részben ilyen babonák és hasonló dolgokra vonatkozóan, mint a szerencsehozó talizmán, egészen a horoszkópig terjedően, hogy mennyien hisznek ebben. És látod, hogy nem teljes az elutasítottsága, de minden esetben egy meglehetősen szűk, körülbelül 20% körül mozgó, és ez országoktól független nagyjából hasonló arányban hisznek ezekben a dolgokban. Kivétel Lettország, ahol egyébként, most ezt nem néztem meg, de nagy valószínűséggel ugyanaz a trend van, mint egyébként az ortodox hagyományokkal rendelkező volt Szovjetunió országban, ahol ezek a babonák nagyon nagy előretörést mutattak 90 után. Tehát hogy ott a talizmánban, a jövendőmondóban, a csodadoktorokban és hasonló dolgokban sokkal nagyobb arányban hisznek, ez nem valószínű, hogy a protestáns gyökerekre vezethető vissza. Még egy dolog, amit nem látszik, érdekes módon általában ezek a dolgok pozitíven függenek össze az egyházias vallás gyakorlattal, tehát magyarán szóval nem arról van szó, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy ez helyettesíti azt, ami kiváltja, helyére lép annak, hanem sok esetben olyan emberek hisznek ezekben, akik egyébként a egyházias vallásosságot is vallásosságra is jobban jellemezhetőek. Ez az ábra a változás mutatja, méghozzá csak az általunk vizsgált országokban. Azt mondtam, hogy 81 óta folyik ez a vizsgálat, tehát ez egy több mint 35 éves, ez esetben kicsit kevesebb, mert a 2008-as vizsgálat volt az utolsó, idén lesz a következő, remélhetőleg hamarosan arról is lehet majd adatokat szolgáltatni, de egyelőre csak 2008-ig terjedő adataink vannak, de ez is több mint 25 éve tör el fel ez a trend, és azt látható, hogyha a Nyugat-Európát nézzük, akkor gyakorlatilag minden esetben egy nem túl drasztikus, de folyamatos csökkenés tapasztalható. Akár a felekezeti tagságról van szó, akár az istenhitről, akár a havi templomajárókról. Az utóbbi esetben a legkisebb a visszaesés, de ennek az a legfőbb oka, hogy ez eleve egy jóval a kiinduló pillanatban is egy jóval alacsonyabb szinten állt, ahonnan már sok visszaesésnek nem is nagyon van tere. Tehát ahol volt, mint például Nyugat-Németországban, ott jelentősebb a visszaesés, ahol már eleve alacsony volt, mint például Dániában, ott nyilván nem nagyon lehet a 13%-ról mínuszba, ez nem tud menni, de hogy ez a fajta változás, ez mondjuk azt megerősíti azt a képet, hogy ugye különböző mércék alapján, különböző mértékben volt vallásosnak tekinthető ezek az országok, de az időszak, amelyik a 80-as évektől a 2000-es évek végéig tehető, az alatt az egyházias vallásosságnak egyfajta visszaszorulását tapasztalhatjuk ezekben az országokban. Most áttérve a másik részére az előadásomnak és a Németországra vonatkozóan kicsit részletesebb adatokat mutatva, ez még nem az egyháztagsági vizsgálatból, hanem egyszerűen egyház statisztikai adatokból mutatkozik. Itt az a felekezeti tagság
Nyugat-Németországban az elmúlt 60 évben, tehát 1950 óta, külön nézve a evangélikusokat és külön nézve a katolikusokat, és amit láthatunk, ha a számokat nézzük, akkor a világháború után egy emelkedés tapasztalható mind a két esetben, de ez részben demográfiai változásra is vezethető vissza, majd pedig valahol a 60-as évektől kezdve mind a két esetben egy folyamatos csökkenés mutatható az egyháztagoknak a számában, aminek ugye két forrása van, az egyik az, hogy egyre kevesebb gyereket keresztelnek meg, a másik forrása pedig, hogy egyre nagyobb arányban lépnek ki az egyházból. Itt a kilépésnek az okairól már kicsit később még lesz szó. Mindenesetre az látható, hogy amíg 1950-ben Nyugat-Németországra vonatkoztatva relatív és abszolút többségben is voltak az evangélikusok, addigra már az a helyzet legalábbis relatívat tekintve megfordult a kettő összehasonlításában, illetve hogyha nem ennek újabb adataink, akkor a harmadik csoport, a nem tagja sehol sem lenne a legnagyobb. De körülbelül sokáig azt mondtuk, hogy egyharmad, most már kicsit többen vannak, akik nem tagjai semminek. NDK-ról kevesebb adatunk van, de ez egy drasztikus visszaesés mutat, és talán NDK az, ahol volt NDK, ahol ahol legjobban tetten érhető, hogy a protestantizmus összekapcsolva a kommunizmussal, hát ha nem is visszafordítottam, de nagyon súlyos károkat tudott okozni a vallásosságban. Itt a kiinduló állapot, ez most a keresztelések számára vonatkozik, erről volt statisztikám, ez kb. 3/4 a gyerekeknek keresztelték meg 1950-ben, és egyháztag volt körülbelül több mint 80%, és ugyanez az adat a rendszerváltás környékére visszaesik 17%-ra, az egyháztagság sem haladta meg a 20%-ot. Tehát, hogy itt egy valami olyan mértékű, hogy mondjam, összeomlása van ennek a felekezeti kultúrának, amiben sokat vitatkoznak róla, hogy most ami történt Kelet-Európában, az mennyiben az egyházüldözésnek az eredménye, vagy mennyiben annak az eredménye, hogy azért itt volt egy olyan fajta modernizációs tendencia, más mozgatórugók a részben, sokkal inkább erőltetve, mint Nyugat-Európában, de ez önmagában is egy szekularizációs hatást tud kiváltani. Hát NDK-ban valószínűleg ez a hatás jóval erős, az üldözési hatás jóval erősebb érvényes, hogy szeretném ezt a hatalmas visszaesét fölhívni a figyelmet, 55 és 60 között bevezették az úgynevezett Jugendvájét, ami ugye az NDK megfelelője volt a konfirmációnak, mint egy konkurenciaként, és az egyház eleinte megpróbált ennek ellenállni, és tiltani a Jugendvájén történő részvételt azoknak, akik konfirmálnak, és aztán valamikor megadta magát az egyház, és azt belátta, hogy akkor tömegével nem jönnek konfirmációra, de összességében valahol itt történt meg az a fajta törés, ami aztán utána az összes ilyen életfordulónak a megünneplésében jelentős visszaesés mutat. És akkor itt az KMU, a Kismitnik-Szentesdúrnak néhány eredménye, de tényleg nem túl sokat, már csak azért, mert az én időm is mindjárt lejár. Az egyik az arra vonatkozik, hogy ebben a vizsgálatban nem csak egyháztagokat kérdeztek meg. Egyébként szeretném felhívni a figyelmet, hogy 1972 óta az Német Evangélikus Egyház 10 évente szembenéz magával. 10 évente elvégez egy olyan vizsgálatot a saját tagjai körében, amikor felteszi azt a kérdést, hogy gondolkoztok rólunk. Mit gondoltok az egyházról? Hát ez nem lenne rossz, hogyha valamilyen fajta felmérés, ilyenfajta szembenézés szociológiai eszközökkel az máshol is rendszeresen. A Német Katolikus Egyházban nem tudok ilyen rendszerességi vizsgálatokról, vannak alkalmanként ilyen, de nyilván ennek az is volt a mozgatórugó, hogy ott ezek a gondok korábban is jelentkeztek már. Miért lépünk ki nyugaton és keleten külön-külön? Ez a 2012-es vizsgálat volt. És itt azt láthatjuk, bocsánat, ezek 2002-es adatok, tehát az egyik korábbi hullámból származnak. Nyugaton leginkább olyan okok játszanak szerepet, mint hogy az egyházra nincsen szükségem ahhoz, hogy keresztény legyek, ezt mondják a legnagyobb arányban, ezek átlagértékek egy 1-től 7-ig terjedő skálán, illetve hogy egyházi adót takarítok meg. Tehát ez a financiális ok, ez nem csak Németországban, ez kollégák elmondása szerint Skandináv országban ugyanígy jelen van, tehát egyszerűen arról van szó, hogy országtól eltérően 1-2%-ot a jövedelemből megtakarítok akkor, hogyha nem fizetem be
az egyházi adót, hanem Németországban nagyon nagy törés volt, amikor bevezették a 90 után valamikor a szolidaritási járulékot, ugye, amivel a keleti tartományokat próbálták extra pénzen felfejleszteni, és akkor sokan azt mondták, hogy rendben, én ezt fizetem, de akkor minek fizessem az egyházi adót. Keleten sokkal többen mondják az olyan típusú indokokat, mint hogy amik nem csak az egyházra, vagy nem csak ilyen külső okokra, hanem konkrétan a vallással való problémára vezetik vissza. Tehát ott sokkal inkább egy vallástól, mint olyantól való eltávolás mutat a kép, nincsen szüksége vallásra, egyházam idegenné vált, már nem tudom mit kezdeni a hittel. Ezek sokkal gyakrabban említett érvek, mint nyugaton. És hát fontos látni, hogy nagyon-nagyon kevesen mondják azt, hogy azért hagyják el az egyházukat, mert hogy valami másik meggyőződésre leltek volna. Tehát, hogy valami számukra jobb, megfelelőbb lett volna az, amit megtaláltak. Érdekes módon azt is megkérdezik, nem csak az, hogy miért lép ki, hanem az is, hogy miért tag. Ez eleve egy picit fura, hogy valakitől megkérdezik, hogy aki benne van valami, vagy igazából miért van benne. De minden esetre a kérdés az úgy hangzik, hogy azért, hogy az állítás, hogy azért vagyok az egyházamban, mert itt ezekkel való egyetértésnek a százalékát mutatjuk, különböző állításokat. Ez csak Nyugat-Németországra vonatkozik, de külön válaszol azokra, akik rendszeresen járnak templomba, akik integráltak a vallási közösségükbe, és azokra, akik soha nem járnak. És az látható, hogy akik soha nem járnak, azoknál nagyon kevés indokot tudnak mondani, úgy általában, hogy egyáltalán miért vannak még benne, ami önmagában is egy érv van, mert hogyha megtehetem azt, hogyha valami utolsó csepp van, ami miatt én most akkor kilépek az egyházból, akkor azt sokan meg is teszik. Tehát ez a társaság eleve egy eléggé eltávolodott társaság. Egyetlen egy fontos indok van, szeretném, hogyha eltemessen az egyházam. Körülbelül ez a... Tehát, hogy a valamilyen fajta szolgáltatásokat szeretnék, nem csak az eltemetésről, hanem a keresztelésről és az esküvőről is szó van, de egy korábbi felmérésben csak temetést mondtak, és hasonló magas arányban volt ez ugyanez a kép. Akik pedig rendszeresen benne, azok genuin, tehát alapvetően vallási érveket mondanak, azért, mert vallásos vagyok, azért, mert tanításokra egyetértek, azért, mert vigaszt nyújt, mert bertős. Tehát olyan dolgok, amiket én a vallástól kapok. De hát ugye ez egy jóval kisebb része az egyháztagoknak, mint ez a ritkában látogató. Már nem sok van hátra, egy-két ábrán van még, ez a vallásos nevelésre vonatkozó, bocsánat, hogy ez egy része németül van, tehát itt az a kérdés, hogy hogyan alakult ki a vallásos nevelésnek az aránya a különböző négy csoportra bontva, tehát kereten nyugaton, és azt szerint, hogy valaki most tagja-e, vagy már nem tagja, elkezdtem ezt mondani, tehát nem csak a egyháztagokat kérdezték meg, hanem a kilépetteket, és volt egy harmadik minta, akik soha nem is voltak egyháztagok. És az látható, hogy akik... Itt különböző életkori csoportokban egyszerűen mindenhol, nyugaton mind a kettő csoportban erősen visszaesőben van azoknak az aránya, akik azt mondták, valamilyen saját szubjektív szempontok alapján, hogy engem vallásosan neveltek. Érdekes módon keleten ez a törés, ez egy nagyon pici csoport, akik egy meglehetősen kicsi része, aki a kelet-német társadalomnak, akik egyháztag jelenleg is, de az ő esetükben úgy tűnik, hogy ez a visszaesése a vallási szocializációnak, ez hát legalábbis nem mutatkozik meg a korcsoportok összehasonlításában. És hát úgy tűnik, hogy ez esetben a nyugat idomú kerethez, ahol már az idősebb korosztályok esetében sem volt jellemző a vallásos nevelés nyilván a történeti okokból, még nyugaton ez egy nagyon jelentős visszaesés, hogy akik mondjuk 60, még valamikor a háború környékén születtek, azoknak noha most nem vagy házitagok, a többség akkor is egyházi nevelésben részesült saját állítása szerint, ma már ez az ilyen típusú nem egyháztagoknak egy nagyon kis része jellemző. És miért fontos az, hogy valakit vallásosan neveltek-e? Hát azért, mert az egy jelentős hatás gyakorol arra, hogy később mennyire lesz vallásos. Ezt egy nagyon érdekes ábrának tartom, és hogyha valami pozitívat is szeretném mondani, mert itt elég sok, azt hiszem, egy protestáns szemmel nézve lehet, hogy nem sok biztató hangzott el. Talán ez a legbiztatóbb ábra. Katolikusból sem, igen. Tehát ez az ábra azt mutatja, hogy volt egy olyan kérdés, hogy mennyire kötődik az egyházához. Nyilván ezt csak azoknak kérdezték meg egyháztagok. És itt azt látható, hogy az öt különböző időpontnak van az egyes születési kohorszok, azaz, hogy azok, akik mondjuk 1913 és 22 között születtek, hát ők csak a legelsőben voltak benne, de azok, akik aztán mindegyik szín egy másik ábra, másik csoportot mutat, a legfiatalabb az a 83 és 92 között születettek, ők csak itt vannak benne. Tehát két dolgot láthatunk erről az ábráról. Egyrészt, hogy minden egyes kohorsz egyre kevésbé
eleve, amikor belép ebbe a vizsgálatba, akkor egyre kevés, kisebb arányban mondja azt, hogy ő kötődik az egyházához. Viszont minden egyes kohorzban idővel növekszik ez a kötődés. Nyilván ennek több oka lehet, akitől ezt az ábrát vettem, ők azzal magyarázták, hogy hát ennek lehet részben valamilyen egyszerűen életkori oka, hogy az emberek az életkoruk növekedésével egyre inkább, ahogy mondjuk el kell gondolkodni azon, hogy mi lesz mondjuk velem a halálom után, egyre inkább elkezdenek vallási témák iránt érdeklődni. Van valószínűleg egy ilyen hatás is, de persze részben lehet, hogy ez amiatt is van, mert közben van egy folyamatos kilépés. Akik nyilván ezek kohorszok, nem ugyanazok az embereket kérdeztük meg, hanem ezek időnként már más embercsoportok, hiszen akik 72-ben mondjuk egy életkori csoporthoz tartoztak, azok 30 évvel később, azok már nincsen benne, hogy kiléptek. Viszont akik benne maradnak, azoknak a elköteleződése valószínűleg magasabb fokú. Tehát egyfajta, ezt nevezik koncentrációs tézisnek, hogy van egy erős lemorzsolódás, de aki bennmarad, az egy erősebb elköteleződéssel rendelkezik. És még egy harmadik dolog, amit szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a legfiatalabb korosztályok ebben a vizsgálatban esetében már a belépési szám, tehát amikor ők a 18-25 éves korban már picit magasabbak, mint ennél, nem biztos, hogy nagyon szignifikáns, és aztán a legfiatalabb korosztályok esetében ez már picit magasabbra is megy föl. Tehát ez most nehéz nem magyarázni, miért van, de ennek számomra plauzibilis az a magyarázat, hogy akik itt, akik megmaradtak, mint nyáj, azok számára ez tényleg egy erős megtartó erős, egy fontos megtartó erős, és erősebben kötődnek. És az utolsó ábrám, azt hiszem ez, nevezetesen, hogy ezt megnéztem, most nem volt időm nagyon sok minden ellenézni, de hasonló mintázatokat láthatunk más esetekben is, tehát ez most például nem az egyházi kötődés, hanem egyszerűen az Isten hit aránya, és egy kiválasztott országban Dániában, és azt láthatjuk, hogy noha ténylegesen itt is az egymás után következő kohorszok egyre alacsonyabb arányban mondják azt, hogy ők Istenben hisznek, de itt is van a kohorszokon belül egy fölfelé mutató minta, ami összességében egyébként nem ellensúlyozza azt, hogy a generációs különbségek sokkal nagyobbak, de azért mégiscsak van egy kohorszon belül emelkedés, és azt is láthatjuk, hogy aztán a legfiatalabb kohorszok esetében tényleg a belépési számok, amikor a legfiatalabbként bekerülnek a vizsgálatokba, akkor meg egy picit emelkedés mutat. Tehát, hogy számomra ez is egy példája annak, hogy a belső, a bent lévők elköteleződése az intenzívebb válik. Ennyit szerettem volna mesélni az adatokról, és hogyha még van kérdés, akkor azokat szívesen fogadom.